Századik születésnapja alkalmából köszöntötte Bertalan Sándort, Sőrés István alpolgármester és Szolnoki Lászlóni anyakönyvvezető április 11-én. Szolnoki Lászlóni anyakönyvvezető köszöntőjében elhangzott: tiszteletünket és hálánkat fejezzük ki egy hosszú életmunkája és eredményei előtt. Ez a 100 év magába foglalt sok örömöt, boldogságot, de nehézséget és megpróbáltatást is. Fogynak az évek, fogynak, sietnek. A kacagásnak és a könnyeknek, és a tettetnek, és a jajoknak évei mennek, sietnek, fogynak. 100 év elfogyott, sietett, de soha nem fogyott el a szeretet, idézte. Sőrés István alpolgármester a város önkormányzatának vezetésének nevében adta át azt az emléklapot, melyből tolmácsolta Orbán Viktor miniszterelnök üdvözletét, mely szerint az emléklap hivatott kifejezni szépkorú polgáraink iránti tiszteletünket és hálánkat. Megindulok, mikor visszagondolok, mert még volt olyan, hogy innen ki is költöztettek a házból. Úgyhogy a 2. gyermekem nem is született, hanem az Arany János utcán született. De amúgy csodálatos út volt. De már most azt mondom, hogy hiányozna ez a próbatétel, ha nem lett volna. Kor sem beállettem volna. És Istennek legyen hála, hogy sok megpróbáltatás volt az életemben.